az intézmény szinte valamennyi munkatársa jelen volt azon az ünnepségen, melyet a Szociális Munkanapja alkalmából rendezett az Egyesített Szociális Intézmény. Szamosvölgyi Péter polgármester köszöntőjében megfogalmazta, hogy az Egyesített Szociális Intézmény egy kiváló munkát végző kollektívája a városnak, melyben elhivatott dolgozók végzik nem mindennapi és nagyon nehéz munkájukat. Azokkal a gyerekekkel, felnőttekkel, időskorúakkal, egy szóval rászorultakkal foglalkoznak, akiknek önmagukból nem lenne erejük talpon maradni. Ez a munka egész embert kíván, talán még attól is többet. Egy éven egyszer van lehetőség arra, hogy megünnepeljük és megköszönjük azt, amit tettek, amit tesznek. És azt is látni kell, hogy mint Sándor a jó helyben, mint Észak-Magyarországon, de talán az egész országra igaz ez, egyre több és több a feladat és munka, mert egyre több a rászorult ember, egyre több az, akinek lelki és kézzelfogható támaszra van szüksége. Az Egyesített Szociális Intézmény életében a 2011-es év sok kihívással és plusz feladattal járt. Bővült az ellátottak köre ellátási formánként, egyre több a házi gondozottak száma, egyre több az étkeztetésben részesülők száma, továbbra is megfelelő létszámmal működnek az idősek klubjai, a szenvedélybetegek közösségi ellátása is egyre közismertebb, többen kérik az ellátást, működik a támogató szolgáltatás, családsegítő gyermekjólét vonatkozásában is a hátrányos helyzetű személyeken való segítés egyre több munkát és odafigyelést igényel. A 2011-es év sikerei közé tartozik, hogy két sikeres pályázatnak köszönhetően elkészült a Hősök terén található épület akadálymentesítése, és megépült az új alapszolgáltatási központ. Így javultak a dolgozók munkakörülményei, melynek köszönhetően növekedhet a szakmai munka hatékonysága is. A Szociális Munkanapján hagyományt is teremtett az Egyesített Szociális Intézmény. Idén és ezentúl minden évben igazgatói dicséretben részesíti az intézmény vezetése azt a dolgozót, ki kiemelkedő tevékenységet végez. Idén az elismerést Bodnár Ferencnél családsegítő és gyermekjóléti szolgálat vezetője vette át, aki 1998-tól munkatársa az intézménynek. Ez a legnagyobb meglepetése volt ennek a mai napnak számomra. Egyáltalán nem gondoltam arra, hogy ezt igazgatónő, illetve az intézményvezetés így fogja értékelni, és nagyon-nagyon jól esett. Végül is úgy érzem, hogy egy csapatmunkát, és a csapaton belül még az én munkám lett értékelve, és azt hiszem, hogy ez a legfontosabb. A munka az nem látványos, a mi munkánk nem látványos, és nem is nagyon tapasztalható sokszor, hogy milyen eredményt érünk el, de szerintem a legfontosabb az, hogy tudunk segíteni, és ezt önzetlenül csinálhatjuk. A délelőtti szakmai programot közös ebéd és szabad foglalkozás zárta a hotelben és az Emplén Kalandparkban.